Egy idősödő települést vett át. Azt mondja, együtt kell működni a faluért, a faluval. Baksa Ferenc Marocsa új polgármestere. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm Önöket! Uh, mit tett előtte, mielőtt polgármester volt? Mivel töltötte a mindennapjait? Hát 14 évig voltam hivatásos katona szolnokon, Helikopterem voltam szerelőként, majd technikusként. Arra pilóta képzést kezdtem el, és a pilóta képzést félbeszakítottam, hogy a családot választottam, és hazajöttem. Mert én mindig is Marocsára laktam, Marocsára születtem. Marocsán nevelkedtem fel, és az az én szülőhazám, szülőfalvam, és nem szerettem volna semmiképpen ott hagyni. Habár hétvégenként jártam haza, minden hétvégén hazajártam szónokról, de, de úgy éreztem, hogy én nekem nem szabad hagyni ezt a kis települést, ami a szívem csücske. És ezért váltottam munkáját, váltottam, átjöttem a tűzoltónak Paksa, az erőműbe. Ott egy három évet szolgáltam, majd jött ugye ez a lehetőség, hogy a magam polgármesternek Maros önkormányzatához. Nem hiányzik a repülés? A repülés az hiányzik, igen. Az a közösség, ott, ott, meg volt egy... Hát egy olyan jó csapat volt, jó, ott tényleg tímbe gondolkoztunk, csapatmunka volt, Ma, ugye másra nem számítottunk fönn a helikopteren a levegőből, hogy ott nem úgy van, mint a személygépjármű, vagy fogom magam az félreállok az út mellé, hogyha le, megromlik, elromlik. Ott bízni kellett a másikba, aki ott volt mellettem, száz százalékig bizalommal kellett lenni egymás felé. És azért ezt manapság, ezt, ezt az emberek közül, hogy nincsen meg ez a bizalom, hanem az, hogy jó, majd csinál valamit, aztán nem bízok benne, de azért még elkezdem én is. Úgyhogy ez, 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 ez egy kicsit furcsa számomra. Mindaz, amit a szolgálatból tanult, vagy a repülésből tanult, azt e, tudja most kamatoztatni? Hát bízok benne, próbálom áthozni. Azért ott ugye egyszerű volt. Ott azt mondta a parancsnok, hogy ez van, akkor ez van, nem kérdőjeleztem meg. Ugye én egy más környezetbe jöttem, nem az, hogy akkor folyamatosan visszakérdezni, ha bár főn a repülés közben ott ugye mindenki egy volt, mert azt a hitvallást vallottuk a repülőgépen vagy a helikopteren, hogy mindenkinek olyan, joga van, mindenki hibázhat, mindenkinek vannak jó ötletei, de viszont lenne a Földön, amikor a Honvédség, amikor a vállap, vagy hát a rendfokozat irányított, akkor ott azért másabb volt. Igaz, a légierőnél ott, ott szabadabbak, a, így a kapcsolatok, de ott is azért a tisztelet azért az megvan adva. Az idősebbeknek tőlük tanulni tudtunk, de viszont az idősebbek is tudtak tőlünk tanulni, mint az informatikától kezdve más irányultságba Láttunk mi vele, fiatalabbak, de próbálom azért átvinni egy-két dolgot. Abba bele gondolt hogy most maga a parancsnak? Hát igen. És igen. ez a rendszer van. Az idős egy idősödő települést vezet, tehát az idősektől lehet tanulni, Ilyen, bízni kell egymásba, tehát ott a település. A, a dolog ugyanaz, csak Ilyen, most Ilyen, van a Csak most nagyobb Most nem hárman vagyunk a fedélzetem plusz még 25 ember, 25 ember hátul a tehertérbe, vagy a személyszállító térbe, hanem most itt van 1891 ember, legalábbis a tavalyi KS adatai szerint. Most még várjuk az idejét, hogy bízunk benne, hogy nem csökkenünk, hanem megállt ez a csökkenő tendencia. De igen, belegondoltam. Habár nem is csak én vagyok a parancsnok, mert ugye kvázi polgármesternek vannak felelősségei, kötelességei, valamint felelősségre lehet vonni. Mert ugye a testület, mint a testület akkor együtt, is testületi tag vagyok, és úgy másodlagos, hogy akkor polgármesterként is én vállalom a felelősséget, de, de azt veszem észre, hogy a testülettel együtt kell dolgozni, együtt kellene dolgozni, és a felelősség az enyém, a testület is próbál egyfajta irányvonalat képviselni. Csak, csak, itt tényleg az, hogy a felelősség meg az enyém, és ebből bele kell gondolni, hogy ha valami gond van, vagy valami, akkor engem vesznek elő. Nem azt kérdezik, hogy a testületből ki, 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 ki alá, hanem az, hogy ki a polgármester, ki várja a felelő, kinek van a neve van ott. És azért ez nem kis felelősség. Mennyit vívódott, még elvállalta Egy-egy hát év. Már egy év ezelőtt, amikor megtudtam, hogy az elődöm, gelincs, Tónainék Gelencsér Kári nyugdíjba megy, és hogy nem vállalja, akkor, akkor, akkor kezdtem meg gondolkozni rajta, hogy megérje, helyem van-e ott egyáltalán, van-e rá lehetőségem, hogy akkor engem megválasztanak, ismernek annyira. De hál' Istennek ismernek annyira, és megbíztak bennem. A bizalmat megkaptam tőlük, ezzel nem szabad visszaérni, és a tudásom legjobbával a falut fogom szolgálni. Mit szólt a család? Hát eleve furcsán néztek ők is rám, de, de támogattak. Támogattak mindenben mentettem, vannak épp úgy a munkájváltás is, amikor meg volt. Édesapám is akkor még élt szegény, és mondta, hogy amikor a honvédséget ott Igaz, hogy nagy karrier lett volna, de, de távol a családtól is. A családot választottam, és ezzel is ugyanazt biztos vagyok benne, hogy mondta volna, hogy akkor fiam, akkor előre ne hátra, hanem csak is előre, és a tudású legjobbába szolgál a falut. Nagy váltás. Mi volt nagyobb váltás? A repülésből a tűzoltóság, vagy a tűzoltóságból a közélet? A tűzoltóságból a közélet. Mert ugye azért a honvédség után egy tűzoltóság az is hasonlóan, mint a honvédség nem fegyveres, de ez egy egyruhás szervezet. Ott is azért megvannak a rendek, csendrend, fegyelem, pedantéria, ugye ahogy azt szokták mondani, de, de itt azért egy nagy váltás. Pörgősebb, a több mindenbe belelátok, sőt, mindenbe bele kell, hogy lássak, mindenhez kell, hogy hát, hogy nagyon nem is érteni, csak hogy tudjam, hogy kihez kell fordulni, aki ért hozzá. Mert nekem nem kell érteni mindenhez, csak tudjam, hogy kit kell megkeresni, hogy aki ért hozzá, és akkor tőle kérni. Mert... Ez viszont az a, ugyanez a bizalom kell, mint a levegőben. így van. Így van és az azért az évek alatt épp úgy, mint az építőiparban, a kapcsolatoknak meg kell, hogy legyen. Ugye én is otthon folyamatosan építkeztem, vállalkozókkal dolgoztam együtt, meghívtam őket, hogy akkor mit lehetne, hogyan lehetne kihozni belőle legjobban az épületből. És ezeket a volt tapasztalatokat, ezeket próbálom erősíteni, vagy hát használni. Mennyire lepődött meg, amikor kiderült, hogy a polgármesterség a kicsit másmilyen, mint belülről? Hát, még így az hát elején... Ezek a meglepetések még tartanak? Ezek meg folyamatosan, folyamatosan, tartanak. Nem egyszerű, de, de ugye tudja mindenki, hogy mit vállal. Én is tudtam, hogy mit vállalok. Ez ezzel jár. Ez épp úgy, mint a repülésben is, hogy nagyon sok mindent kellett tanulni. A tűzoltóságnál is nagyon sok mindent kellett tanulni, jogszabályoktól kezdve mindent. Ugye ez vele jár. Ezt tudtam valahol, csak, csak azért, hogy amikor az ember benne van, akkor teljesen más. Más kívülről megítélni valamit, meg más, hogyha az ember benne van, bele van csöpp, belecsöppent, és onnan megítélni. Mert akkor onnantól kezdve, hogyha bent vagyok, akkor tudom a legkisebb, aprós dolgokat is. Hál' Istennek van egy jó aljegyzőasszonyunk, aki nagyon sok mindenben tud segíteni, sőt, segít is. Talpra esett meg az egész önkormányzat dolgozója, mindenki. Örülök neki, hogy őket kaptam kvázi magam mellé, hogy őket örököltem meg. De, de tényleg mindenki azonban, hogy a falu erőrébb haradjon, segítenek, ugye még 0 kilométeres polgármesterként, nem egyszerű. Volt olyan, amire azt mondta, hogy hú, erre nem gondoltam? Hát volt, 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 volt. Hát ugye, mint a vízbe is megvan, amikor a bácsi, amikor így van, Ugye erre e e e e e számítottam erre is, na, erre viszont nem, igen, volt, volt számos ilyen, meg majd napig is vannak ilyenek, de ezzel együtt kell tudni élni. Milyen település van Madacsa? Madocsa egy nagyon összetartó közösség mondhatni azt, hogy volt régen most, ez a, volt ugye egy zsorerbányaiünk, az uh -huh. azért újból, sajnos egy ilyen ügy kellett hozzá, egy ilyen szomorú, vagy hát nem szomorú, csak egy ilyen, hogy a rossz dologból kellett összefognunk, ez azért ez... ez, ez. Kicsit de a de az dolgok azért összehozzák. Így van, összehozzák, de, de lehet jobb lett volna, ha jó dolog is lenne, és az is össze, azaz próbáljuk most testülettel is, meg a civil egyesületekkel is együtt, hogy, hogy mindenkit bevonni. A bár vannak már régi civil egyesületeink, mint a Marocsai Néptánc Egyesület, meg a sportegyesületek is folyamatosan tartanak bálokat, rendezvényeket, részt vesznek a marocsai közösség életébe, de vannak új egyesületük is, és, és, és ők is próbálnak folyamatosan kitalálni jobb programokat, lehetőséget, ahol a civil embereket meg lehet szólítani és akkor onnantól kezdve tudnak az emberek is jönni. Ha akarnak tenni valamit a faluért, akkor tudnak, van rá lehetőségük és módjuk. Van társadalmi kontrollja? Ö, hát van, van, van azért. Nem kicsit. Az nem baj. Így van, persze, mert, mert azért az se jó, hogyha mindig az ember egy oldalról nézi, mert akkor más szemszögből is tudja látni. És meg tudjuk vizsgálni, mert tényleg ezt tanították nekünk is a is, hogy nem, nem feltétlen. Amit ugye említettem is, hogy a három emberből tevődik össze a csapat. Ugye itt nagyobb csapatról beszélünk, akár az egész településről beszélhetünk. Habár ennek is megvannak a hátrányai, mert hogyha mindenki tengerünk, vagy hát mindenki beleszól, akkor egy káosz lesz, és akkor nem tudunk dönteni. Most ez a döntési jogát, hogy akkor kiválalja föl, kifozza, akkor az én nevem kerül oda, az ő neve kerül oda, ez így az időt elhúzhatja. És ez, ez ezt még tanulom kell, hogy akkor ez miként hogyan működik. Vagy hogy akkor azt mondom, jó, kész, akkor döntök, vagy pedig az, hogy jó, akkor erről meg beszéljünk, van idő rá még egy hónap, kettő, vagy akár több is, ezeket még meg kell tanulnom. Ha megy az utcán, a bizalmat érzi, azt érzi, hogy még mindenki vár, hogy mi fog történni, vagy vagy kezdődtek már olyan hangok, hogy ú, nem, nem kellett volna a polgármest. Hát hallani ilyet is, olyat is, de ugye legtöbben az emberek mindig a jóra, jóra emlékszik. Hiába, hogy vannak az életében olyan keserű pontok, de általában mindig a jókra emlékszünk, hál' Istennek. Ugye nem a miért van ez kitalálva, hogy az Úr ezt akart, hogy csak a jókra emlékezünk és abból építkezzünk, mert a rossz dolgokra abból viszont tanuljunk. Mert hogyha valaki a hibáiból vagy hibát követ el, és abból föl tud állni, az a valami. Nem az, hogyha valaki ott marad lenne. Ölekszik a falu, ezt, erről beszéltünk egy pillanatot. Lehet ezen valamiképpen módosítani? Szóval el lehet azt érni, hogy, hogy visszajöjjenek a fiatalok, vagy egyáltalán oda jöjjenek a fiatalok? Hát most egyelőre azt próbáljuk, hogy ne menjenek el a fiatalok, mert ugye sokan elvándorolnak. Ugye köszönhető ez annak is, hogy ez a hatalmas nyelvtudás. Mindenki nyelvet tanul, diplomához kell a középfokú nyelvvizsga. Egy középfokú halvát még alapfokú nyelvvizsgával is azért, hogy az ember kimegy külföldre, már ott azért tud dolgozni. Főleg ugye, hogy a magyarokat ismerve, meg a magyar embereket, hogy élelmesek föltalálják, akár még a jéghátán is ugye megélünk. De most azt próbáljuk elérni, ha köszönhető ugye az államnak is, hogy azért behozta ezt a falusi csokot, támogatja a fiatalokat, letelepedés, bár ez ugye magába vonzotta, hogy az ingatlanárak nagyon fölkúztak. de igen, egyébként a település? Igen, 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 cég. saját bőrömön is érzem, mert még annak idején 2018 ba egy ez a tipikus kárdárkocka, a 10 10 es ami szokott épülni annak idején, még a 70-es években abból épült fel az egész ország azok 8 millió forint körül keltek el, most azok ilyen 16-17. Úgyhogy nem kicsit azért fölmentek az árak, de most a testület együtt megpróbálunk egy, egy olyan koncepciót kialakítani, hogy a fiatalokat helybe tartsunk, Nem menjenek el támogatni őket, akár letelepedés is támogatás nem segít, majd nem segít, de hanem támogatást adni nekik, és ezeket a formákat próbáljuk megkeresni, hogy mivel tudjuk őket támogatni, ösztönözni, hogy itt maradjanak a faluba. Mi kell ahhoz, hogy itt maradjanak? Itt látnak. Hát ugye a közbiztonságnak mindenképpen. Ugye három alapvető a mm, közművek ellátásába, épp ugye a mm, zivóvíz, szennyvíz, a villany ellátása, valamint a köz, közbiztonságnak, hogy a megléte. Ugye ezek hál' Istennek megvannak, Marocsán nagyon jó a közbiztonság. Ugye tavalyi év végén meghallgattuk Pakson a rendőrkapitány úrtól hogy a Marucsán kiemelkedően jó közbiztonság, nem kellett beavatkozni, nem volt betörések, lopások, és De ezt szeretnénk megőrizni. A tolvan, hogy összefog a, a település és vigyáznak egymásra? Így van, azon is, azon is sokat múlik, valamint a rendőröknek köszönhető jelenléte, hogy azért ott vannak, mérnek a sebességet, járőrznek, kémeltem mászkálnak. Meg, meg tényleg az, hogy a település összefog, és hogyha valakit látnak, akkor megkérdik, hogy te mit keresel, milyen szándékkal vagy, és, hogy ez a közösségben látják, hogy azért odafigyelnek a falu lakosai. Ez egy biztonság önnek is. Így van, így van. És ezt akarjuk még továbbfejleszteni, a testülete együtt, amint lesznek rá pályázati lehetőségek, ugye minden módot és lehetőséget megpróbálunk megragadni. A magasabb életminőség, a jobb, jobb munkalehetőség munka lehetőség viszi el a fiatalokat? Hát és, igen, az és az lehet ezt valamilyen módon ellensúlyozni egy település, egy kis településen? Hát igen, most nagyon reménykedünk a Paks 2-nek a megépülésébe, mert ugye az nagyon sok embert fog vonzani. És ha, 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 nem is, mert ugye mindenkit nem lehet elhelyezni, ott mindenki nem tudott dolgozni, az egész falu nem tudod dolgozni, meg ugye a Dunai városban van még a vasminek nagy leterheltsége, mármint úgy, hogy Marocsai szempontból nem, sokan. sokan járnak oda, valamint a hangok, ugye, ami közel és távol vannak. De a Paks 2 az, az bízok benne, hogy fel tudunk rá készülni, valamint az, hogy tényleg a, olyan fiatalokat termel ki Madocsa, aki mm, az eszüket használva tudnak tovább tanulni, és helyet találnak majd ott maguknak a Paks mm, kapcsán. Van tervük arra, hogyha megindul az építkezés, és, és Madocsát egyáltalán fölkapják? Tehát benne van-e a tervben az, hogy Madocsa egy fölkapott település lesz? Igen, igen. És az is benne van-e a tervben, hogy nem? Hát igen. Én általában azt megtanultam már, Hosszú, hát, mindes pár év alatt, hogy mindig a legrosszabbra készülök föl. És akkor, hogy honnantól kezdve valami a urjányba indul, akkor kellemesen tudok csalódni. Ha nem mindig ezzel kell számolni, de megkeresés megütt a Paks 2 számít Marocsa településére, az emberek is számít, valamint az, hogy részt tudunk benne venni, a, épp ugye a esetlegesen fölmerült szolgált létesítésébe, hogy akkor majdni jön, mérnök emberek jönnek és családukkal együtt, akkor ott el tudják őket helyezni. Van szabad terület a településen, ahol építkezni lehet? Hát szabad terület, az a most majd akarunk a testület együtt ö, körbenézni, megnézni a területeket, hogy hol tudnánk utcát nyitni. Van rá lehetőség, van rá mód, csak el kell indítani, valamint vannak régi épületeink, amiket át tudnak alakítani, a szolgáltó lakásnak, és azt föl tudják újítani. És erre már megkeresést meg is kaptuk, meg egy előre döntés meg nem született meg, hogy azt várjuk meg, meg a tárgyalások majd elindulnak. Mit akart elérni, amikor polgármester lett? Hú, hát ez jó kérdés. Sok mindent szeretnék elérni, azért főleg az, hogy a lecsök, megnőjön a település létszáma, mert ugye most körjegyzőségben vagyunk Bölcske településsel, és, és, szeretnénk azért egy saját önálló, úgy, mint régebben is volt, hogy egy önálló önkormányzat működjön, saját fennhatóság alatt, saját jegyzőnk, ne a legyen, főjegyzőnk legyen, és hogy tényleg, hogy a település elkezdjen a növekedés felé elindulni. Épp úgy gondolok akár a cégeket visszavonni, a fiatalok ott telepedjenek le, még több ember, hogy az iskolában ne ilyen 12 fős létszámok legyenek. Annak ide, amikor én még az általános iskolába jártam Marocsán, akkor 29-es, -31 31-es létszámok voltak, és, és, akkor jobban élt a falu. Hát legalábbis pesgő volt az élet a faluba. Most egy kicsit azt látom, hogy kezd laposodni, de bízok benne, hogy ez meg lehet fordítani. Bízunk benne. Milyen eszköz van a kezében? hú, a közösség ereje. Más nagyon most így hirtelen is a közösségbe bízhatok, másban nem. Hogyha valakit nem tudok rábírni, hogy jöjjön ki a falu napra, nem tudom oda menni hozzá, és a fülénél fogva kirángatni. Ha nem érez magába ösztönző erőt arra, hogy a településért tegyen valamit, azzal nem fogok ezen túl se tudni semmit se csinálni. Nem rángatatok ki mindenkit. Azt mondja, hogy egy összefogó, egy összefogó település, hogyha baj van, akkor össze lehet hozni az embereket. Hogy, hogy odafigyelnek egymást. Tehát egy csomó adottság e, ott van, a, van. A, a kezében. Valami kell, ami ezt az egészet megmozdítja. Így van. Olyan programok kellenek, amit tényleg az embereket kihozza az utcára, meg, meg ez az összefogás. És ebben számítok a civil szervezeteknek, a civil egyesületeknek a mm, nagyban a hozzájárulására, mert csak együtt tudunk csinálni akármit is. Volt már találkozójuk? Igen, volt, volt. Folyamatosan ugye most vannak a báli szezonok is, hogy a rendszeresen meghívnak, és ott is mindegyik egyesületi vezetővel tudok beszélgetni. Meg, meg, már régebben is beszélgettem én velük, mert szoktam járni mindenféle rendezvényükre, de, de azért így teljesen más, hogyha belül van az ember, és akkor mindig jönnek, hogy akkor ezt kéne segíteni, azt kéne segíteni, mások bentről, másabb bentről, és oda kell nagyon figyelni, mert ígérgetni nem szeretek, nem is szeretnék, mert mert én azt nem tartom megfelelőnek, hogy az ember csak ígérget, ígérget, és nem nincsen mögötte semmi. Választás előtt is ezért nem kampányoltam, nem raktam ki szórólapot, nem írtam le semmit, mert nem tudtam akkor mi a helyzetben az önkormányzat, nem ilyen lehetőségek vannak, mit hagynak rám, mi maradott, és így láthatatlanul nem szeretek semmit ígérgetni. Ha most kéne kampánylevelet írnia, akkor tudná, hogy mit írja? Tudnám, de bakoseinek szerintem. Rábíznám az úrra majd ő eldönti, hogy én vagyok a -e megfelelő a pozícióra, vagy nem. Amikor leült tárgyalni a civil szervezetek vezetőivel, akkor érzi azt a támogatást, amit szeretne megkapni? Érzem is, meg nem is. Ugye, most ezt mondhatnám, hogy lehet, hogy hál' Istennek nem vagyunk egy hullámhosszon, de, de az is, amit az előbb tetszett mondani, hogy más néző szemszögből nézik. És ebből lehet tanulni, kell is tanulni, de viszont azt a konszenzusra együtt kell jutnunk, hogy akkor egy irányba menjünk, egy hajóba vezünk, egy irányba, az a lényeg. Mert ha másik irányba vezet az egyik fel, akkor, akkor csak forrulunk körbe-körbe. Elfordultak a, az emberek a közélettől, és vissza lehet fordítani őket, ha ez így van? Hát, ez jó kérdés. Azt veszem észre manapság, hogy ez a fenemód nagy információiség van, mindenki szeretne tudni mindent. Habár állítom, hogy a 90% információval nem tudnak mit kezdeni az emberek, de szeretnének tudni ezzel, hogy ugye az a úgy nagy szabadságnak köszönhető az internetnek, a Facebooknak, és ott, ahol nem lehet moderálni esetleg az embereknek a véleményét. Ugye ott könnyebb egy karosszékből a másikat megbántani, mint hogy az emberek vállalnák a konfrontációt, vagy hogy egyre oda menjen, és a személye belemondja az illetőnek. És ugye nehéz kirobbantani az embereket a gépelő. Főleg a mai fiatalságot. Ugye nem csak a Facebook, a játékok, a virtuális élet. Egyre jobban e felé megyünk el, én ezt veszem észre. Ez érződik keményen egy kis településen is? Mert hogy egy városban, igen, ez már nem is kérdés. Igen, igen, érződik. Főleg abból veszem észre, hogy az én gyerekkoromban, mi még amikor hazértünk az iskolából, most vagy megcsináltuk a leckét vagy nem, de egyből mentünk ez utcára játszani az utcabeliekkel. Most ezt nem látom. Akkor ez, ez talán a legnagyobb feladat, hogy meg kell mozdítani a, így van, a így közösséget. Van. Ugye ez kellene a szülők is akik velem egykorúak, vagy nálam idősebbek, de ők is abban nőttek föl, amiben én. Meg ugye itt azért nem egyszerű, mert hogyha most például arra vezetem vissza, hogy annak idején voltak az egyenruhák ugye az iskolába. Ott akkor mindenki ugyan a ruhában volt. Nem volt az, hogy az egyik drágább ruhában, másik olcsóbb ruhában, nem szólta meg az egyik a másikat. Most kb. egy kicsit ezt veszem észre, hogy ha az egyik gyereknek van telefonja, akkor a másik hiába a szülő próbálja betartani, hogy már pedig neked nincsen szükség telefonra, a negyedik osztályba jársz, és neked nem kell de, de ő akkor is addig, és, és az ember úgy megsajnálja, Hogy akkor az én fiamnak, vagy az én lányomnak miért nincsen telefonja, mikor a másiknak van, beviszi az iskolába, és én innen az egészet, hogy, hogy, hogy innen kezdődik ez a metódus. Nagyok a társadalmi különbségek a településen? Vagy szélsőséges, hát, vagy nem? Vagy nem, jól behatárolható. Jól behatárolható azért. Hál' Istennek mindenkinek van munkája, munkanőnkülőség nagyon kicsike, Maruk a településen, de vannak azért kiugró, de, de nem, nem mondhatni azt, hogy nagyon nagy az eltérés. Mikor lesz elégedett polgármester? Fú, hát ez jó kérdés. Hát elégedett ember akkor leszek, hogyha majd a családomat tisztességgel becsülette, és itt föl tudom nevelni. Polgármesterként meg ugyanezt tudom elmondani, hogyha a hitte becsülette és tisztességgel tudom a falut vezetni. Ehhez kívánok jó munkát. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!